Üdvözlöm Önöket, Önök a világhírodót látják. Egy ember meghalt, többeket pedig letartóztattak, amikor az FBI majdnem egy hónap kivárás után rajta ütött azokon a farmereken, akik elfoglaltak egy oregoni rezervátumot. A szélső jobboldali milicistákból álló csoport január elején szállta meg a természetvédelmi területet, hogy a szövetségi kormány ellen tiltakozzanak. Január 2-án foglalta el egy főként farmerekből álló csoport az Oregon államban található Melhor Nemzeti Vadvédelmi Terület látogató központját, hogy ezzel tiltakozzanak a szövetségi kormány föld- és fegyverszabályozása ellen. Az események gyújtópontja két oregoni farmer elítélése volt, akik 20 éven keresztül a szövetségi földhasználati szabályokat semmibe véve kezelték az államtól bérelt földjüket. A 15-20 fős állig felfegyverkezett milicistát egy Emmon Bundy nevű nevadai férfi szervezte, aki az alkotmányra hivatkozva elvitatja a szövetségi kormányjogát, többek között a fegyverhasználat korlátozására, földbirtoklásra vagy adók kivetésére. Azért vagyunk itt, hogy megvédjük az alkotmányt és harcoljunk ezek ellen az alkotmányellenes törvények ellen, mondta Bundy a csoport vezetője. Az FBI majdnem egy hónapig semmit sem tett a területfoglalók ellen, most azonban egy helyi találkozóra tartva félreállították a csoport vezetőinek autóját. A letartóztatás közben lövöldözés kezdődött, amiben a csoport egyik vezetője meghalt, egy másik tag pedig megsebesült. Emmon Bundyt, a mozgalom vezetőjét és többi társát letartóztatták. Lemondott hivataláról a francia igazságügyi miniszter. A politikus sajtóhírek szerint azért távozott, mert nem értette egyet egy készülőben lévő alkotmánymódosítással. A hamarosan a parlament elé kerülő tervezet értelmében bizonyos körülmények között megfoszthatnák francia állampolgárságuktól a terrorizmusért elítélt embereket. A most leköszönt tárcavezető korábban több alkalommal is nyíltan kritizálta a François Hollande általi szorgalmazott elképzelést. Az elnök elfogadta a miniszter lemondását. Török pénzeket is kapott az iszlám állam az olajért. Erről beszélt az izraeli védelmi miniszter. A török kormánynak végre el kellene köteleznie magát a terrorizmus elleni harc mellett. Eddig ugyanis ez nem történt meg, fogalmazott Moshe Yaalon. Az izraeli politikus szerint Ankara azt is megengedte a terrorcsoportnak, hogy szabadon mozoghasson az ország területén. Törökországot többen is megvádolták már azzal, hogy az iszlamista terroristákkal üzletel ipari méretekben. Ankara következetesen tagadja a vádakat. Ronthatja a koszovói gazdaság növekedési kilátásait a balkáni államban kialakult belpolitikai válság. Az ellenzék hónapok óta akadályozza a parlament munkáját, hogy így tiltakozzon egy tavalyi megállapodás ellen, ami szerinte túl sok jogot biztosítana a koszovói szerveknek. Közben az utcákon is erőszakos zavargások voltak. Veszélybe kerülhet a koszovói gazdaság a Nemzetközi Valuta Alap szerint. A balkáni állam tavaly júliusban állapodott meg az IMF-el egy 22 hónapos lejáratú 184 millió eurós készenléti hitelről, amiből 71 millió eurót már felhasznált. Aggódunk a koszovói parlament bénultsága miatt, vagyis hogy képes-e meghozni fontos törvényeket, beleértve a hitelfelhasználásához szükséges jogszabályokat. Aggódunk a politikai válság és annak elhúzódása miatt. Reméljük, hogy a kormány és az ellenzék megtalálja a megoldást. Ha nem, annak következményei lehetnek a növekedési kilátásokra, ami aláshatja a befektetői és fogyasztói bizalmat, mondta az IMF helyi képviselője. A legszegényebb európai állam gazdasága tavaly a várakozásokon felül teljesített, és 3,5%-kal nőtt. A becslések szerint idén 3,8, jövőre pedig további 4,1%-kal bővülhet, már ha sikerül megoldani a súlyos belpolitikai válságot. Osztjuk a valuta alap aggodalmát. A parlament munkájának akadályozása veszélyezteti és késlelteti a fejlődést, mert sok törvény elfogadását el kellett halasztani. A kormány emiatt nem tudott megtenni bizonyos lépéseket, például pénzt fektetni fejlesztési projektekbe. A valuta alap jogosan jutott arra a következtetésre, hogy meg kell felelnünk a hitelprogram feltételeinek, mondta a koszovói pénzügyminiszter. Az ellenzéki pártok szeptember óta tojásdobálással, fütyüléssel és könnygázzal akadályozzák a parlament munkáját.
a Szerbiával kötött augusztusi megállapodás ellen tiltakoznak, ami szerintük túl sok jogot biztosít a koszovói szerbeknek. A miniszterelnök végre rájön, hogy fel kell bontania a Szerbiával kötött megállapodást, akkor az ellenzék is visszaül a tárgyalóasztalhoz. Nincs más módja, hogy folytassuk az egyeztetést és megoldjuk a politikai válságot, mondta az önrendelkezés elnevezésű ellenzéki párt frakció vezetője. Koszovóban ez a legsúlyosabb belpolitikai válság azóta, hogy a balkáni állam 2008-ban egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét Szerbiától. Ellenzéki tüntetők pár hete egy kormányépületet is felgyújtottak. Február 17-ére újabb nagy tüntetést szerveznek. Nem vesz részt a republikánus elnökjelölt aspiránsok következő televíziós vitáján Donald Trump. Ez lesz az utolsó ilyen vita a hétfői Iowa-i kaukusz előtt. A rendezvény helyett az egykori ingatlanmágnás egy a sérült háborús veteránokért rendezett programon vesz részt. A milliárdos még tavaly nyáron orrolt meg a vitát közvetítő Fox csatornára. Azzal vádolta őket, hogy tisztességtelen kérdéseket szegeztek neki. Meglátjuk, mennyi pénzt keresnek nélkülem, fűzte hozzá bejelentéshez Trump. Ted Cruz egy kampányeseményen ahhoz az álláskeresőhöz hasonlította a versenytársát, aki nem megy el az állásinterjúra. Fontosabbnak tartja magát azoknál az embereknél, akiket képviselni szeretne, mondta Cruz, aki egyúttal személyes vitára is kihívta Trumpot. Dániában is felbukkant a Zika vírus. A kóros kisfejűséget okozó vírust egy Latin Amerikából hazatérő 20-as évei közepén járó férfiban azonosították. Hazatérése után lázra, fejfájásra, izomfájdalmakra panaszkodott. Állapota gyorsan javul, hamarosan kiengedhetik a kórházból. Európában rajta kívül 3 brit és 10 holland állampolgár szervezetében mutatták ki a vírust, de egyes sajtóinformációk szerint Németországban és Svédországban is regisztráltak már megbetegedést. Februártól a hadsereget is bevetik a Zika vírus elleni küzdelembe Brazíliában. Az ország 220 ezer katonát mozgósít, akiknek rendhagyó feladatuk lesz. Házról házra járva kell rovarirtást végezniük. Beszámolók szerint a latin-amerikai kontinensen egyre jobban átrendezi az életet a vírustól való félelem. Nagyon gyorsan terjed a vírus, ez meglepet bennünket. Kerüljük az erdőket, nem hordunk rövid nadrágot és szoknyát, mert a moszkitók leginkább a lábakat csípik meg, mondja egy brazil férfi. Az ország északkeleti térségeiben riasztó mértékben terjed a vírus, amely elsősorban terhes nők esetén veszélyes. Jelentősen emeli ugyanis annak a kockázatát, hogy a magzatok súlyos agykárosodást szenvedjenek. A legnagyobb kihívást az egészségügyi rendszer számára az egészségkárosodással született gyerekek hosszú távú ellátása jelenti. A kórházaknak fel kell készülniük arra, hogy a lehető legjobb feltételeket teremtsék meg számukra, mondja egy helyi orvos szakértő. Közben a mexikói egészségügyi miniszter szerint nincs ok arra, hogy elhalasszák a tervezett terhességet az országban élő párok. Korábban kolumbiai és El Salvadori egészségügyi hatóságok azt mondták, a kockázatok miatt legalább 2 évet érdemes várniuk a nőknek a teherbeeséssel. Egyes szakértők szerint az egyiptomi csípőszúnyog által terjesztett Zika vírus kóros kisfejűséget okozhat a magzatoknál. Erre utalhat, hogy a járvány által leginkább sújtott Brazíliában 4000 ilyen problémával szenvedő csecsemő született az elmúlt 4 hónapban, miközben az esetek száma 2014-ben nem érte el a 150-et sem. 3 perccel éjfél előtt marad a világ vége óra 2016-ban. A civilizáció végét előrejelző szimbolikus óra állását egy tudósokból álló testület határozza meg minden évben, ahol pontban éjfél a civilizáció elpusztulását jelenti. Az óra állása a globális kockázatok mérlegelésével változik. Legközelebb 2 percre éjfélhez 1953-ban a hidegháború idején állt, amikor az Egyesült Államok hidrogénbombát tesztelt. Legtávolabb, azaz a legjobban pedig 1991-ben a hidegháború végét üdvözölve 17 perccel éjfél előtt. A tudósok szerint néhány pozitívum ellenére, mint például a párizsi klímacsúcs eredményei vagy az iráni atomegyezmény, a világot fenyegető konfliktusok indokolttá teszik, hogy az óra ilyen közel álljon az éjfélhez. Önök a világhírodót látták, köszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok!